Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban egy olyan nem várt formátum, számomra se várt formátummal találkozhatunk, hogy én itthonról videózok. Igaz, Mackó? Igen, egyébként a kiskutyám itt fog mozgolódni, őt meg fogjátok hallani. Gyere, bemutatkozol legalább a videóba is, live-ban már voltál, ugye, Mackó? És hát a Budapest Vasút 2040.hu-val fogunk foglalkozni, ahol nem csak egy remek összeállított 8-9 perces videóval találkozhatunk így a jövő vasúti fejlesztéseit tekintve az előváros és a város kapcsolatában, hanem egy 100 oldalas PDF-fel is, remek statisztikákkal és jövőképpel, és menjünk csak, Mackó, jövőképpel, és azzal, hogy milyen fejlesztések várhatóak az elővárosban, illetve a fővárosban. Én ezt a PDF-t átnéztem, megnéztem mind a 100 oldalt, nyilvánvalóan képtelenség lenne most mind a 100 elnézést, szóval mind a 100 oldalt átnéznünk itt videóban, de szeretném a legérdekesebb dolgokat azért áttekinteni, elmondanám a véleményemet, illetve pár olyan dolgot is hozzátennék, amit ebben nem találtam meg, de alapvetően esetleg jó ötlet lenne. Tudom nagyon jól, hogy azért nézik a videót olyanok is, akik közel vannak a tűzhöz, úgyhogy hát, ha tudok esetleg olyan tippet adni, ingyen van, ami esetleg használható. Az első legérdekesebb PDF oldal az a statisztika, hogy melyik vonalon, melyik elővárosi vonalon hányan utaznak átlagosan egy nap. És hát nyilván az nem meglepő, hogy a vasútnál a Váci a 70-es, illetve a 100 nyert 42 000, tehát fejfej mellett 42 000 utassal átlagosan, illetve hogy a Hévnél 116 000 az utas szám, elképesztő. Egyébként az meglepett, hogy a Csepelihez képest a duplája a Szentendrei, tehát én azt gondoltam, hogy a Csepeli nyilván nem az első, de azt gondoltam, hogy jobban megközelíti. Utána a Gödöllői Csömöri és aztán a Ráckevei. Egyébként az azért nagyon fontos hozzátenni, hogy ezek a számok nem azt mutatják meg az én számomra, hogy mire van igény, hanem itt pontosan egy olyan sorrend alakul ki, ami a pálya állapotokat mutatja nagyjából. Most a 60 az azért nem releváns szerintem még ebben a statisztikában, hiszen nem oly régen lett átadva újonnan, bár egyébként a menetidő nem változott a 60 oldalon, szóval így az utazóknak a menetidőt tekintve, mintha mi sem történt volna, kategóriába csúszik a 60-i vonal. Ettől függetlenül szerintem az még esetleg feljebb fog kúszni. Az esztergomi meglepődtem, hogy ahhoz képest, hogy olvastam már többször, hogy dinamikusan megnőtt a szám, miután felújították a vonalat, ahhoz képest is csak 13 000. Viszont a Kunszentmiklós Tasi és a Lajos Mizsa jól mutatja azt, hogy ez a két pálya van a legjobban elhanyagolva az elővárosban. Mindezt úgy, hogy a Kunszenti az tulajdonképpen egy nemzetközi fővonal, hiszen Kelebiáig szól a magyar határig a vonal. Iszonyatosan rossz állapotban van Kelebia és Kunszentmiklós között. Ezt már megtapasztaltuk, videóban láthattátok. Attól, mert Flört is elérte Kelebiát, attól még ugyanolyan pocsék utazni ott, hiszen most jelen esetben Flörtel fogsz döcögni 40-nel, illetve 60-nal. Most azt hiszem egyébként 60-as a javarésze a pályának. Kunszentmiklósig meg a javarésze 80-as, és a probléma az, hogy egyébként attól függetlenül, hogy bár a Vitézi videójában az elővárosi vasútvonalak jelenlegi követési ideje az 30 percre volt ott datálva, hát ez a Kunszentmiklós is sem a Lajos Mizsai esetében nem igaz, ugye órás ütem van ezeken a vonalakon, annyi plusz, hogy a Kunszentmiklósi oldalon van egy úgynevezett nemzetközi gyorsvonat, vagy én inkább úgy szoktam mondani, hogy Ivo Andrić nemzetközi lassú vonat, ami a keleti pályaudvartól elindulva közös pontokon, a személyvonati megállási pontokkal csak Ferencvárosba, Pest-Erzsébeten, illetve Kunszentmiklós Tason találkozik, tehát én azokat nem nevezném egy sűrítésnek, hogy így mondjam, a személyvonat kapcsolatában, már pedig mi most csak az elővárossal foglalkozunk. A Lajos Mizsai az katasztrofális, hogyha szeretnétek egyszer nosztalgiázni, és még vagy nincsen éppen meghirdetett nosztalgia mellett, akkor ajánlom nektek a Lajos Mizsait, mert ott tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy visszautazál az időben egy jó 40 évet, vagy 30-at. Igaz, most úsdik vannak a dezirók helyett, amik még azért nem tekinthetőek olyan rossz motorvonatnak, de azért valljuk be, nem is éppen a legacélosabb, meg legüzembiztosabb. Ugye ezeket a 2000-es évek elején orosz
államadóság fejében kaptuk. Hát a Ráckevei hével megint csak az a helyzet egyébként, hogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lenne az utas szám. Kicsit rendezni kellene egyébként, vagy ott egy kis nyomvonal korrekcióval én belenyúlnék a pályába, de hát nyilván ez egyébként bődületesen nagy pénz lenne, szóval ezek már tényleg csak ilyen utopisztikus gondolatok. De nyilván, hogyha egy sűrűbb forgalom lenne, akkor lehetséges, hogy esetleg nagyobb... Jaj, meg hát igen, ilyen lesz. Törpi, nyugi szívem. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a Ráckevei kapcsolatában lehetséges, hogy egy pályarendben tétel, illetve egy sűrűbb követés, illetve egy icipici nyomvonal korrekció hozna némi javulást. Azt kell átgondolni, hogy ezek egyébként mennyire hoznak plusz utast, illetve mennyire éri meg ez hosszú távon, és mennyi a megtérülési idő. Ugye majd lesz szó a Ráckevei kapcsán, hogy ezt esetleg beljebb vindék, mint a közvágóhíd, ami nagyon jó dolog, hiszen nem túl csábító, hogyha a Ráckevei hévre felülsz, akkor bevisz a városba, és hova visz? Közvágóhídra. Hát ott mi van? Semmi. No. Következő érdekességek. Azért megmondom az őszintet, hogy fogunk egy kicsit pörögni jobban, mert így aztán soha büdös életben nem jutunk el a végéig. A vasúti fejlesztésre fordított kiadások 3%-a szolgálta a Budapesten belüli szakaszok fejlesztését 2004 óta. Igen, alapvetően az óriási nagy probléma az az, hogy bármelyik vonal tekintetében volt felújítás, vagy bármi mókolás, az azt jelentette, hogy ahogy elhagyja Budapestet az adott vonal, na onnantól. És ez megfigyelhető egyébként az utóbbi időkben a nagyobb Budapesten belüli mókolást, azt mondjuk a Nyugati pályaudvar és Zugló közötti szakaszra a százal tekintetében érteném, de az egy nagyon-nagyon rövid szakasz, igaz, érezhető egyébként a fejlődés ezen a kis szakaszon, de ettől függetlenül a peronoknál még mindig tízzel döcög be a modern KISZ, hiába KISZ, tehát nyilvánvalóan nem csak járművekre, hanem normális pályára van szükség. Ugye egy érdekes adat, megint csak nem innen, hanem készültem ilyen érdekességekkel, hogy ha a Váci zónázót megnézzük, ami ugye Nyugati pályaudvartól Vácig nem áll meg, és Vácitól Szobig minden állomáson és megállóhelyen megáll, ha megnézzük a menetidejét, nagyjából olyan 25 perc alatt éri el tervezetten Vácot a Nyugati pályaudvartól. Ennek a menetidőnek a nagyobbik részét tölti Nyugati pályaudvar és Rákospalota Újpest között nagyjából olyan 15 perc környékén, és nagyjából olyan 10-12 perc az az időintervallum, amíg Rákospalota Újpesttől elér Vácra. Szóval, hogy azért az elképesztően elgondolkodtató, hogy Rákospalota Újpestet elhagyni egy kínszenvedés, és utána tudunk meglendülni a pályán, és kihasználni a modern, akár kis, akár flört adta lehetőségeket. Úgyhogy erre nagyon-nagyon rá kell feküdni, és hát igen, ez az utasoknak nem fog tetszeni, mert elég sok vágányzára kell majd számítani. Viszont ez az a dolog, ami biztos meg fog valósulni, mert közel elkerülhetetlen most már az állapotokat tekintve. Nagyon jó adat, vagy nagyon jó ábra. Mik azok az állomások, amik nincsenek felújítva, és jelentős felújításra lenne szükség, illetve mi az, ami jelentős és felújított állomás. Tehát, hogy nyilván ugye itt most nem az összes állomást és megállóhelyet láthatjuk, hanem csak a jelentős állomásokat. És láthatjátok, hogy vörösben úszik a város, egyetlen egy pontja van, Kelenföld, ami ugye fel van újítva. Hát igen, ezek közül, ami nagyon-nagyon fontos lenne, Kőbánya-Kispest mindenképpen. Rákos csak azért nem fontos, mert utasforgalmi szerepe az elenyésző. Nem azt mondom, hogy nem fontos, csak legyen az az utolsó, hogyha már nagyon választani kell. És ugyanígy gondolom a Rákos rendezőt is, ahol az utasforgalmi rész az elenyésző. Én mindig csodálkozva nézem azokat az embereket, akik Rákos rendezőn szállnak fel, hogy ők honnan jöttek. Szóval tényleg, tehát hogy ott tényleg annyira semmi nincs, ami átszállási lehetőség, hogy csak ott tényleg az a környező házak adta az utasforgalmat, vagy én nem tudom, meg kocsma van ott mondjuk. Lehet, hogy amiatt. De a lényeg az egyébként, hogy ugye Rákos rendezővel kapcsolatban van egy olyan tervezet is, hogy a régi rendezői rész, ugye az a nagyon-nagyon sok vágány, ami ott pusztul a semmibe, szóval hogy azt szépen felszámolnák, és egy ilyen lakóparki zöldövezeti részt alakítanának ki,
ez tetszik mindenképpen pozitív, hiszen alapvetően szerintem senkinek sem tetszik az az áldatlan állapot, ami jelenleg Rákos rendezőn van. Hát az épületet meg dózer is újat húzni, én azt mondom. Rákos Palota Újpest ugyanez a kategória, szóval kegyetlen az az állomás, eszméletlen szinten le van csúszva, hihetetlen. Kőbánya felső sem túl jó, viszont majd a későbbiekben lesz arról szó, hogy Kőbánya felső, mint jelenlegi megállási pont, és jelenleg ahol elhelyezkedik, ott talán én úgy érzem, vagy úgy érzékelem, hogy abszolút nem fognak megállni vonatok, mert hogy azt a megállási pontot eltolnák, ami egyébként egy jó gondolat, az éles sarok irányába. Ennek ugye az lenne az oka, hogy most jelenleg Kőbánya felsőn igazából átszállási kapcsolatnak maximum a 37-es villamos tekinthetjük, viszont hogyha eltolják az éles sarok irányába, akkor 3-as villamos, 62-es villamos, 37-es villamos, 28-as villamos és egy rakatbusz viszonylat, ami éppenséggel ott megáll. Ezeket mondjuk annyira nem ismerem, de van belőlük bőven, mert én is egyszer-kétszer már utaztam ott. A másik érdekesség, hogy a vasútállomások elhelyezkedése kevés kivételtől eltekintve kedvezőtlen. Hát igen, ugye erről most éppen beszéltem, Kőbánya felső például egy ilyen, Rákos például egy ilyen, bár azt igazából nem nagyon lehet eltologatni, mert ott én azt nem tolnám el kategória, az csak úgy szimplán nem feltétlenül jó helyre épült, vagy alapvetően ott nagyon megkurtítanám a megállási, vagy azokat a vonatokat, amik ott megállnak, de maximum ennyi, ebben nyugodtan lehet vele vitatkozni, nem tudom, de én nem tapasztalom, hogy ott olyan gigantikus nagy utasforgalom lenne. Hát Rákos rendező a semmi közepén van, annak így annyira funkciója nincsen. Amit én, hát mondjuk olyan, amit én nagyon-nagyon eltolnék még ezeken kívül, most gondolkozom, de olyan nincs. Szerintem egész jó helyen vannak, a többi egész jó helyen van. Amit mondjuk megemlítenék mindenképpen még ennél az ábránál, hogy mondjuk én az Intercity-ket én megállítanám Kőbánya alsón. Nem értem, hogy miért nem állnak meg Kőbánya alsón az Intercity-k, amikor Zuglóba megállnak, mert egyszer összeszámoltam, de most ezzel pontos adattal nem készültem nektek, de Zuglóban nyilván nagy átszállási lehetőség van a BKV járataira, illetve a BKK járataira, viszont Kőbánya alsón ennél több van. Szóval több autóbuszra és több villamos viszonylatra át tudtok szállni, vagy át tudnátok szállni, hogyha az Intercity-k megállnának ott. Számomra rejtély. Ahogy az is rejtély, hogy a miskolci vonalon most miért állnak meg Mezőkövesden az Intercity-k. Nem tudom, hogy ott milyen braki van, aki ezt kiharcolta, de kérdés, vagy igazából értetlenül állok azelőtt, hogy viszont 60-ban miért nem áll meg, ahol viszont ott van a szolnoki vonal, ott van a somosi vonal, ugye Csalgó-Tarjánnal, megyeszékhely, tehát hogy nem értem, hogy 60 miért nem egy Intercity-s megállási pont, vagy oké, ne legyen Intercity-s megállási pont, de akkor Mezőkövesd pláne ne, mert értelmetlen. Haladjunk tovább. Igen, hát a nyugati pályaudvarnak a technológiáját azt szerintem a vasútúrában már bőségesen láthattátok. Ugye korszerű technológiát is megmutattuk, ott megmutattuk a kontrasztot, ez nagyon pozitív dolog volt. Ugye megmutattuk Fehérváron a berendezéseket, hogy milyen modern, illetve megmutattuk a nyugatinál, hogy milyen elavult. Ezt mindenképpen meg kell oldani, szóval... Belső pályaszakaszok állapota nem teszi lehetővé a járatok sűrítését. Igen, hát erről beszéltünk. Beszéltem arról, hogy például Rákospalota, Újpest, de alapvetően a nyugati pályaudvar és Kőbánya Kispest között is ugyanez elmondható. Nyilván némileg jobb ott a pálya egyébként, de alapvetően azon is lehetne még mit sikálni. Úgyhogy, hát igen, erről beszéltünk. Pont ma a keletitől Kőbánya felsőig néztem, hogy nem tudtuk tartani a menetidőt, és nem azért, mert mondjuk forgalmi akadályba ütköztünk volna, hanem egyszerűen annyi lassú jel, illetve váltón haladtunk át lassan, nyilvánvalóan, mert hogy ez a sebességkorlátozás azokra, hogy egyszerűen nem tudtuk betartani a menetidőt. Ahol talán nincs ilyen probléma, az Kelenföld és Déli pályaudvar között, illetve Kelenföldig, mert ott jó. Az egyes vonal is kifogástalan, Székesfehérvár is. Puszta-Szabolcs irányába is ugye most még megy a felújítás. Úgyhogy az egy jó rész. Ott nem szokott ilyen probléma lenni.
Az egyvágányú szakaszokon a legalacsonyabb a szolgáltatási színvonal. Hát igen, talán ezekről beszéltünk. Az egyvágányúak tekintetében egyedül a Veresegyháziról nem beszéltünk. Ott a pálya nem jó. Szóval, hogy azt néztem múltkor, hogy nagyjából olyan 60 km/h az átlagsebesség, amit meg lehet tenni jelenlegi sebességkorlátozások mellett a veresi oldalon. Illetve hát a követés sem jó. Ott annyi pozitívum van, hogy flörtök közlekednek, tehát most már kizárólag flörtök. Annak idején emlékszem, a hernyók nagy hazája volt a veresi oldal. Mindenképpen az kellene szerintem mind a veresi, mind a kunszenti, mind pedig a Lajos Mizsai tekintetében, hogy nem teljes mértékben kétvágányosítani, hanem ugyanúgy, mint az esztergomit bizonyos szakaszokon kétvágányosítani, és úgy kialakítani ezeket a vonattalálkozásokat, hogy a lehető legkevesebb szer kelljen konkrétan bevárni, állva egy-egy megállási pontnál, megállónál, állomásnál, illetve állomásnál, bocsánat, szóval, hogy megvárni a szembejövő vonatot, hanem ezek a találkozási pontok menet közben tudjanak kialakulni. Ez az esztergomi tekintetében tényleg megvan, és azt gondolom, hogy abból lehet építkezni, hiszen az egy bevált módszer, és azért nézzük meg, hogy most jelenleg milyen a követés az esztergomi oldalban a régihez képest, meg hát a menetidőt is nézzük meg, tehát még a személyvonattal is, ami tényleg minden bokorban megáll, ezért is nem szeretem az esztergomi vonalat, hiszen vannak olyan szakaszok, amikor 500 méterenként megállunk, tehát ilyen Klotildliget, Szélhegy, Pázmándeum, vagy mit tudom én, hogy hívják, szóval ezeken a pontokon elképesztően sűrűn megállunk, de még így is 1 óra 10 perc magasságában van a menetidő a nyugati pályaudvartól, esztergomi, az egy teljes mértékben korrekt menetidő. No, következő. Jó, hát egy kicsit ugrunk. Igen, a vasúti megállás nélkül halad. Igen, ez egy nagyon jó ábra, közben ezeket ugye nyilván mutatom is nektek, tehát látjátok. A vasút megállás nélkül halad, hát több fontos kereszteződésen nem vesz részt a főváros közlekedésében. Igen, ez egy borzasztó fontos dolog. Én azt látom, hogy a régi vasúti beidegződés, és nagyon örülök, hogy a jelenlegi vezetés mind a vasút, mind pedig a város fejlesztésében nem ezt a szemléletet viszi tovább, de alapvetően a vasút egy ilyen vaskalapos dolog volt, hogy az nem arra van, hogy te Budapesten belül te eljussál mondjuk a nyugatitól Kőbánya Kispestig. Hogy nem erre van, hogy ne erre használd. Ma sem nagyon szeretik egyébként a vasútnál, a jegyvizsgálók sem nagyon szeretik a bérletes utazókat, akik mert ugye Budapest közigazgatási határán belül bérlettel tudsz utazni. De bizony-bizony ebben szemléletet kell váltani, a vasútnak ki kell szolgálni a fővárost, és ugye ebben nem csak mi vagyunk lemaradva, de alapvetően a fejlődő országokban, vagy fejlődő országokhoz viszonyítva le vagyunk maradva, de voltak és vannak is nagyon-nagyon jó próbálkozások, illetve például csak az a baj, hogy ezek mindig elhalnak nagyon hamar, reméljük, hogy ezek a tervek itt mind megvalósulnak, mert akkor most nagyon be pörög a történet. Szóval például az egyik ilyen próbálkozás ugye a Kelenföld és Kőbánya Kispest között közlekedtetendő Martonvásári betét, illetve Székesfehérvári gyorsított, amik ugye bejönnek Kőbánya Kispestre, és ha megnézitek az utasforgalmat, akkor láthatjátok, hogy Kelenföld és Kőbánya Kispest között az utasoknak a 70%-a nem azért utazik, mert Kelenföldön túl akar menni, vagy Kőbánya Kispesten túl akar menni, ha másik szempontból nézzük, hanem csak arra veszi igénybe a vasutat, hogy eljusson Kökiről Kelenföldre, vagy Kelenföldről Kökire. Érdemes megnézzetek bármelyik vonatot, Kelenföldön kiürül a vonat Kőbánya Kispest irányából, és ott egy utascsere történik, akik már nyilván Marton vagy Székesfehérvár irányába veszik az utat. És ugye Nádorkert megálló lesz majd, ami az összekötő híd kelenföldi oldalán lesz, illetve ugye nálunk a mi oldalunkon is, ahol én lakom, lesz majd a Népligeti megálló. Némileg csalóka, mert bár a Népliget valóban ott van, de mivel ugye 3-as metró átszállási pontnak szánják, és inkább az Ecseri úti metró megállóhoz lesz majd közel, ezért én gondolkoznék ezen az elnevezésen, hogy ennek észszerűbb, illetve utasbarátabb elnevezése legyen. Ugyanúgy, ahogy a Kunszent Miklósi oldalban Dömsőd állomás már rég át kellett volna nevezni Apajra. Én értem, hogy közigazgatási határa Dömsődnek, de maga a város az állomástól 8 kilométerre van. Nem biztos, hogy egy átlag laikus turista mondjuk ezt tudja. Igen, érdekes ábrát látunk.
két nagyon fontos dolog, ami már viszont nagyobb költséggel járó fejlesztést igényel. Az egyiknek egy része úgymond zajlik, az összekötő vasúti híd Ferencváros és Kelenföld között egy harmadik vágányú épülött ugye ki. Szerencse, hogy adott volt, hogy a pillérek megvoltak, és erre már nem kellett pluszban költeni, nem biztos, hogy akkor elkezdték volna ezt a fejlesztést, de nagyon-nagyon szükséges. Ugye sajnos azt el kell mondani, hogy a vasút itt is visszafejlődött az elmúlt évtizedekben, hiszen a Dunaföldvári híd egy nagyon-nagyon fontos és leginkább teherforgalmi szerepe lehetne a mai nap, szóval egy fontos elkerülési utat adott volna a Duna felett, de hát ugye ezt annak idején megszüntették a nagyokosok, szóval ugye jelenleg vagy Baja, vagy feljön ide Ferencvárosnál jön át a Dunán, ugye az Újpest és Aquincum közötti összekötő híd jelenleg elenyésző forgalommal, igazából csak az esztergomi személyi gyorsított zónázó vonatok használják, teherforgalom már ott nincs. Ugye bármi, ami még ott az esztergomi térségben teherforgalmi életet bonyolít, az a 4-es vonal Esztergom és Komárom között. A másik pedig ugye a fejpályaudvarok története. Ugye az a probléma, hogy jelenleg, hogyha bemegy egy pályaudvarra a vonat, akkor ott annak van egy technikai ideje, még vagy újra el tud indulni, vagy pedig esetleg kihúzzák, és oda betolnak egy másik szerelvényt. De hogyha nem lenne fejpályaudvar, hanem mondjuk tovább folytatódna, és a nyugatitól mondjuk el tudna menni a délig, és így tovább, és lenne egy áramlás, úgymond, akkor ebben az esetben ugye egy pár perces várakozás után tudna tovább haladni a vonat, és így sokkal több vonatot tudna fogadni egy pályaudvar, és így tudna esetleg kialakulni egy 10 perces, vagy negyedórás követés. Jó, hát ezt szerintem ezt túl beszéltük. Amiről nem beszél egyébként ez a fejlesztési program, pedig azért elég most nehezen elképzelhető fejlesztés van ebben, úgyhogy akkor egy ilyet én is bedobnék a közösbe, a Nagyburba. Mert hogy pont egy S-bán-szerű hálózatot lehetne létrehozni, egy körvonalat tudna leírni. Ugye a jelenlegi Nagyburma, ami még megvan fizikailag, még mindig a hálózat része. Ami azt jelenti, hogy én úgy tudom, hogy jogilag nem kellene kisajátítást végezni, tehát hogy alapvetően az még mindig vasúti vonal, és minden, ami azon a vonalon van, az valamilyen szinten a vasútnak a tulajdona. Igen, tudom, és kérdés, hogy a Szemere telepi részen, ahol ugye annak idején egy nagy bevásárló központot terveztek ott a Nagyburma, illetve ott a kavicsbányai állomás magasságában, szóval hogy az mennyire a vasút tulajdona, nem tudom, ezt nem tudom. De én azt gondolom, hogy mindent meg lehet oldani, amit nagyon akarnak, lásd akár az érdi vasúti fejlesztés kapcsán, ott is voltak azért mindenféle jogi problémák. Szóval én azt gondolom, hogy meg lehetne oldani, és gondoljatok bele, ez a Nagyburma elindul Soroksárról. Soroksár után a Vecsési út mellett azzal párhuzamosan halad, ott nem is nagyon állítanám meg, de utána elér egy nagy bevásárló központi intermodális pontot, ha lehet a bevásárló központoknál ezt így nevezni. Ugye egy IKEA, sportruházati bolt, nagy bevásárló, tehát ilyen Ocean van ott, azt hiszem Ocean, mindenféle éttermek, KFC, McDonald's, nem tudom, hogy pontosan mi van most ott, de alapvetően már egy tökéletes megállási pont. Utána szépen ez a vonal tovább halad, áthalad a Nagykőrösi úton, aminek igen tudom, hogy jelenleg ami áthalad és Szemeretelep felé tovább halad, ugye a Nagykőrösiből az ki lett szedve, már csak az ív van meg, ami a Lajos Mizsejére vezet rá, de hát ez körülbelül egy hét lenne, és ott minden meg lenne csinálva, szóval ez nem egy nagy történet, nem egy nagy baszizdász, sőt nem egy hét, egy nap alatt visszateszik, ha nagyon akarják oda a vágányt. Ott megállítanám Pesszent Imrén, egyrészt lakóvezet, másrészt Lajos Mizsei vonal megállási pontja, egy jó átszállási kapcsolat. Tovább vinném a Nagyburmán, ott megint egy ideig nem állítanám meg, egészen ott az Üllői út magasságában
vagy magasságáig vinném tovább újra. Ott megállítanám, ott is lakóövezet, meg mondjuk az 50-es villamos, meg ott vannak mindenféle buszok. Utána tovább megy, ott a temetőnél talán esetleg lehetne kialakítani egy megállási pontot, bár nem tudom, hogy ott a temetőnek azt hiszem nincs nagyon bejárata, szóval lehet, hogy oda nem indokolt a történet, ezt meg kéne nézni. És akkor utána nem Szemereteletnél, nem Ferihegy felé vezetni, hanem egy ívben szépen rávezetni Pest-Szentlőrinc irányába a vonalat. Utána Százan Kőbánya-Kispest, Ferencváros, utána Soroksári út, Pest-Erzsébet és Soroksár. Ahonnan kiindult. Espán-szerű hálózat. Ami igaz, hogy csak egy Budapestnek egy délpesti térségét szolgálná ki, na de tök jó, rengeteg átszállási kapcsolattal, buszokhoz, villamosokhoz, más vasútvonalat is érintve, hát három vasútvonalat érintve ugye, Kelebiait, Lajos-Mizseit és a Százat, átszállási kapcsolatokat alakít ki, jó menetrenddel, ütemet kialakítva, negyedórás követéssel mondjuk, ez egy olyan nyerő történet lenne, hogy imádnák. Komolyan mondom, nem csak én, szerintem ezt mindenki imádná, aki itt a térségben lakik. És érdekes módon ez kimaradt, pedig alapvetően szerintem ez egy remek ötlet. A Ráckevei hév kapcsán egy olyan gondolatom lenne, illetve hát nem csak a Ráckevei, hanem a Csepeli hév kapcsán, hogy a városi hosszabbítás, összekötés, stb. Ezt mindenki tudja, ezt már évek óta halljuk, és abszolút oké, csak kezdjék már el kategória. Viszont Csepelen én nem csak a Budapest belvárosa felé nézelődnék, hanem kifele Csepelen. Ugye Csepelen volt egy úgynevezett csillagtelepi hév, ez a csepeli állomástól haladt kifele Sziget-Szent Miklós irányába, ám bár azt nem érte el, tehát Csepelen belül vége szakadt. Ez egy ilyen pár kilométeres, 3-4 kilométeres, most pontosan nem emlékszem. Iparvágányként jött létre, aztán végül személyszállításra is alkalmassá tették, vagy személyszállítást is végeztek a vonalon. A mai napig egyébként még mindig megvan valamelyik bokorba az egyik szelvénykő, azt egyszer lefotóztam. Szóval azon a vonal mentén én kifele vinném még a Csepeli hévet, tehát nem a jelenlegi Csepeli végállomáson lenne a vége a Csepeli hévnek, hanem kivinném Sziget-Szent Miklósra, és összekötném ott a Ráckevei hévvel, vagyis ott is a Ráckevei hévvel, akár mondjuk Sziget-Szent Miklós gyártelepen, de nyilván ezt meg kell vizsgálni, hogy hol alkalmas erre a vonalvezetés, illetve hol tudnák elvezetni ezt a vonalat. A másik, ami még érdekes felvetés, hogy ugye legyen jó egy bérlet mondjuk. Én alapvetően nem tudom azt elképzelni, hogy ugye Budapesten belül most is jó a bérlet a vasútra, közigazgatási határig. Nem tudom azt elképzelni, hogy egész előváros megfogalmazó bérlet legyen. Nyilvánvalóan, erről pont nem találtam most, vagy nem néztem tegnap ezt tüzetesebben meg, lehet, hogy pont azt írja, amit majd mondani fogok. Én alapvetően egy ilyen, amit Csehországban megtapasztaltam például, egy ilyen zóna bérlet, vagy jegyrendszert csinálnék. Zónákra felosztanám szépen a várost, illetve itt az elővárost, vagy akár Pest megyét, és ilyen zóna bérleteket csinálnék. Szerintem az egy bevált módszer külföldön, azért ezt már elég régóta használják, meg elég sok országban ez megtapasztalható, én Csehországban tapasztaltam meg először, Brünóban még hozzá, szóval alapvetően én ilyen módszert alkalmaznék. Jó, írjátok meg a véleményeteket, én azért igyekeztem mindenbe egy kicsit bele kóstolni, így ennek a 100 oldalnak a kapcsolatában, de itt baromi részletesen elképesztő munka lehetett ezeket feldolgozni, mérni, meg statisztikákat, meg konklúziót vonni. Szóval tényleg fantasztikus kis anyag. Tekintsétek meg, leteszem a leírásba. Én megköszönöm, hogyha valaki ezt végig hallgatta tőlem. Kíváncsi vagyok, hogy hányan lesztek, írjátok meg. Nyomjatok egy lájkot, meg minden ilyesmi, amit szoktatok. Sziasztok!